Magyarország zöld határain a csempészek a legkülönbözőbb módszerekkel, például kis repülővel, sárkányrepülővel, drónnal próbálják becsempészni illegális árujukat, legtöbbször cigarettát. A Nemzeti Adó és Vámhivatal kiemelt feladata a zöld határ ellenőrzése, a csempészet felderítése és megakadályozása. A NAV saját beszerzései mellett most külső forrásból is hozzájutott különböző eszközökhez, a BAT Pécsi Dohánygyár Kft.-nek köszönhetően új drónokkal bővült a pénzügyőrök arzenája. Tavaly volt lehetőségem megtekinteni személyesen is a záhonyi határátkelőt, illetve azt a munkát, amit a NAV munkatársai végeznek, nem csak a határállomáson, de ki is tudtunk menni a határba, a zöld határba megnézni azokat a körülményeket, azokat a kihívásokat is, amelyekkel szembesülnek a NAV munkatársai. A fekete kereskedelem elleni küzdelem különösen fontos a dohányipar számára, hiszen jelentős károkat okoznak nem csak a költségvetésnek, hanem az iparági szereplőknek is. Azok az illegális csoportok, amelyek évről évre különböző eszközökkel próbálkoznak Magyarországra illegális dohánytermékeket behozni és értékesíteni, és mi úgy gondoljuk, hogy az iparágnak is, a BAT-nak is felelőssége van abban, hogy a magunk módján, lehetőségeink szerint hozzájáruljunk a NAV munkájának a hatékonyságához. Ez már 30 éve tart ez a szoros együttműködés, hiszen 30 éve van a BAT jelen Magyarországon, és bízunk benne, hogy a továbbiakban is hasonló sikeres együttműködésnek lehetünk a tanulni. A NAV fejlesztéseiről általában a információtechnológia terén, adatbányászat, mesterséges intelligencia kapcsán szoktunk beszélni, és nagyon büszkék vagyunk ezekre a fejlesztéseinkre, de azt tudomásul kell venni, hogy a gazdaságnak a védelme az nem csak a cyber térben, hanem a fizikai térben is nagyon fontos, és a NAV eddig is mindent megtett azért, hogy a magyar gazdaság érdekeit, az Európai Unió érdekeit, és minden olyan vállalkozás érdekeit, aki hitt Magyarországba, hitt abba, hogy a magyar hatóságok a törvényes rendet fenn fogják tartani, azért, hogy a gazdaság az éppen maradjon, és az ő befektetéseik se menjenek ilyen módon tönkre, biztonságban legyenek, a törvényeknek megfelelően. Ezért eddig ugye a szárazföldön és a vizen, de most már a levegőbe is védeni fogjuk a gazdaságot. A NAV az alapvetően a saját költségvetéséből működik, amit az országgyűlés és a kormány ad, de ezen kívül a civil szférával való és a más gazdálkodókkal való együttműködésünk is nagyon jó. Azt lehet mondani, hogy vannak olyan esetek, amikor szimbiózus alakul ki bizonyos szervezetek és a NAV között. Ezek lehetnek civil szervezetek is, vagy gazdálkodók is. A cég jóvoltából a NAV három új, nagyértékű drónt vehetett át Beregdarócon, az ország keleti határán. A vállalat felajánlása a drónokat kezelő pilóták kiképzését is magában foglalta. Most kezdődik 6 munkatársnak a kiképzése, ami egyrészt a típus kiképzés jelenti, másrészt pedig a drón kiképzést, és bízunk benne, hogy a következő években lehetőségeink ez mérten további eszközökkel is tudjuk segíteni az ő munkájukat. A most munkába álló drónok jól kiegészítik a NAV korábbi beszerzéseit, hiszen ezek az eszközök is elsősorban a műveleti feladatokat támogatják. Míg a speciális ruházat az álcázást, a drónok a felderítési feladatokat segítik ezután.